Jelen pillanatban láthatunk itt egy család részére kicsomagolt pékárút, illetőleg zöldséget és gyümölcsöt. A mai adagokat már kiszállították a rászoruló családoknak, az üres ládák már a másnapi árút várják. A Kontaktmentálhigién és Konzultációs Szolgálat 2016-ban lett a Magyar Élelmiszerbank helyi partner szervezete. Másfél év betanulási időszakot követően ma már hatósági engedélyekkel rendelkezve koordinálnak, valamint tartják a kapcsolatot az adományozók és a rászorulók közt, hangzott el az önkéntes kerekasztal találkozón szolnoki nagyáruházakkal állnak kapcsolatban. Tőlük minden nap megkapják az élelmiszer felesleget, melyet adagokra bontva juttatnak el családokhoz. Napi szinten kimegy az autó és elhoz a ládákban a pékárú zöldséget, gyümölcsöt, majd az bekerül ide a központba, ahol pedig a családoknak kidobozolják és ugye családok létszámától függően ugye odaadják a, a az alkalmazottaink a, az árut. Szolnokon 500 rászoruló családdal állnak kapcsolatban, heti forgásban a hét minden napján 30-35 család jut élelmiszerhez. Mindez azt jelenti, hogy egy-egy család két-két és fél havonta kerül sorra. Ilyenkor pékárút, zöldséget és gyümölcsöt, ünnepi alkalmakkor tejterméket és húst is kapnak. Jelenleg négy áruházzal állnak kapcsolatban, de a tervek szerint hamarosan ötödikkel bővülnek a lehetőségek.